meg a vásznak, meg a nejlónak, szegély réteg szénére vízta. Egy jó sunga, mindent eldobott, nincs hatása az egészre. Egy jó sunga, mindent eldobott, nincs hatása az egészre. Grecsó Krisztián visszatérő vendége Nyíregyházának. Az irodalombarátok a korábbi találkozások során megjelent könyveiről hallhatták az írót, most azonban zenészként találkozott a közönséggel. Az író és a dalszerző közös estjén előkerült iklet és barátság, szerelmek és szeretők, remény és lemondás. Nem lett ettől más, amit csinálok, alapjaiban minden ugyanúgy működik. Ez a duó az, ami megengedi azt, hogy egy ilyen alkotói térben ezt megmutathassam, hiszen ugyanilyen őszintességgel jön a Laci, aki meg a prózát hozza. És így a mi közös alkotói műhelyünk, az valahogy egy lehetőséget ad erre, azzal, hogy közös dalaink vannak, és azzal, hogy új szerepben megmutatkozunk. Grecsó Krisztiánt régi barátság fűzik Kollár Klemenc Lászlóhoz, a Kistehén zenekar frontemberéhez, akinek 2014-ben jelent meg novellás kötete Miért távolodnak a dolgok címmel. Bár a két irodal már nagyon különböző egyéniség, a közös munka mégis sikeres. Úgy vagyunk mások, hogy közben meg van egy mégiscsak egymásra tudunk csatlakozni ezzel a mássággal. És ez nagyon fontos, és valószínűleg az esteken érződik. Úgyhogy hogy nem úgy erősítjük egymáshoz, hogy különben közben teljesen másról beszélünk. Grecsó legutóbbi regénye a Jelmezbál megjelenése után most színházi munkán dolgozik. Novemberben mutatja be a Víg Színház a Pál utcai fiúkat, amelyet Dés Lászlóval és Geszti Péterrel alkalmaztak színpadra. Jelenleg pedig Rutka Róberttel egy stúdió színházi produkciót készítenek.